Jó napot kívánok, kedves nézőink! Bézi László, a Garai Gimnázium egykori történelem tanára mesélte egy régi riportban, hogy az 50-es évek vége felé, amikor itt tanítottak, az ifjú tanároknál szinte kötelező volt még valamit a tantárgyukon kívül tudni, vagy valamivel foglalkozni, amivel szélesíthették látásmódukat a világról. Valami ilyen áthallást éreztem én Erdlinger Ferencnél, az iskola mostani fizika tanáránál, aki a fizika tudományok mellett a helytörténettel, sőt az iskola történetével is foglalkozik sok minden mellett. Tanár úr, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát valóban, ez nem új keletű ez az érdeklődés, mert ugye én, amikor fizika tagozatos osztályba jártam, még a Bonyhádi Gimnáziumban, már akkor sok minden érdekelt. Tehát például megvolt az, hogy a kerékpározás, a fotózás már akkor kialakult bennem, sőt, a műemlékek fotózását is akkor kezdtem el, ami tulajdonképpen a mai napig kitart. Tehát most már egy nagyon szép gyűjteményem van benne, régi képek persze dián, de újabban ugye 2003 óta digitálisan is gyűlnek ezek a régi műemlékfotók, és így a művészettörténet felé nyitottam. A művészettörténet hozta magával a történelmet, a történelem hozta magával a helytörténetet, mert más a perspektívája van azért egy helytörténetinek, mint egy történeti kutatásnak, és nem is tetszett mindig a történelemben az, hogy így készen kapom az eredményeket, hanem így alulról szerettem így felépíteni magamnak. Tehát ezért kezdtem el a helytörténettel foglalkozni. Hát ugye ilyen családindítatásban, főleg a Schwabság művészeti emlékeivel, a Schwäbische Türkei vidékével, és hát kicsit más lett az a történet, ami így felépült, mint amit így kívülről kaptam, még mondjuk a középiskolás éveim alatt, hát mondjuk a történet is sokat változott azóta, igen. De ugyanez van a mondjuk így a gimnázium történetével kapcsolatosan is, hogy ugye most a monarchia korát is már egészen másként látom, hogy így egy apró vékony szeletét, a gimnázium történetét nézem, és gyakorlatilag ugye a gimnázium történetén belül most így a monarchiával végeztem, úgy, vagy azzal foglalatoskodom, és hát szép alaposan lassú lépésekbe akarok eljutni, ami valószínűleg nem is fog már sikerülni. Ha ennyire vonzott a történelem, akkor mi nem történelem tanár lett? Hát azért már nagyon vonzott a fizika is. Tehát a fizikát is, nem a fizikát is, hanem a fizikát nagyon érdekesnek és izgalmasnak tartottam, és abból sokkal többet kaptam középiskolában, mint történelemből. Tehát abban nagyobb esélyeim voltak, de én a kultúrát mindig egy ilyen szerves egységként próbáltam felfogni. Tehát ez hát bízvás mondhatjuk, hogy ez ma már egy elavult kultúra felfogás, tehát egy ilyen utolsó mohikánnak érzem időnként magamat ebben a folyamatban, aki mindent ilyen kulturális jelenségként próbál leírni, és ebben ugye a fizika ugyanúgy benne van, mint mondjuk a történelem, vagy akár a festett fa mennyezetektől kezdve, a hímzett urasztori terítőkig minden egy kultúrának egy-egy szelete. Na jó, de egy kultúra felfogás szerint a kultúra az, ami az embert körülveszi. Hát igen, persze. Csak hát mindenen meg lehet ragadni a lényeg felé vezető utat. Egy-egy ilyen kutatás mindig egy-egy emberi történetet hoz magával? Nagyon sok történetet hoz. Tehát például Ez ugye elvezetett ez az egész a tanácsköztársaság, az a nagyon zavaros évek, tehát ugye 19-20 az a magyar történelmi mélypontját, az egyértelmű, és nagyon kevés adat van róla, mert szinte eltitkolják az adatokat, vagy ilyen szégyenlősek a korabeli iskolai értesítők, vagy meg sincsenek is, adtak ezekben az években. Tehát egy ilyen nagyon nehezen kutatható korszak, és rengeteg ilyen emberi tragédiát is rejt, és ugye ez elindított mások felé. Tehát ugye itt ez a baloldalnak, ez a radikális baloldal, hogy hogyan mocorgott előtte már, mert azért vannak ennek nyomai, tehát az iskola történet is mindig valahol így egy ilyen baloldali figura beugrik, akit úgy nehéz megmagyarázni. Tehát az első maturáló lány például, ugye ő is a tanácsköztársaság vezetői között van. Vagy például most napokban akadtam annak a nyomára, hogy az első érettségiző osztályban, ugye 1903-ban
két jeles tanuló volt ilyen teljesen kiemelkedő. Az egyik a Holub József, aki ugye akadémikus lett. A másik a Vigand. A Vigandő igazgató volt. A másik pedig egy ismeretlen Molnár Dezső nevezetű gyerek, akiről senki nem tudott semmit. És például most derült ki, hogy ez a Molnár Dezső, ez a Mészöly Miklós írónknak a nagyapja. Nagybácsi volt, és ő is valamikor a 20-as években egy ilyen kvázi megtűrt kommunista párt helyi titkár lett Sárbogárdon, tehát valahogy ő is így a radikális baloldal felé sodródott, és ugye úgy próbáltak tőle megszabadulni, hogy elmegyógyintézetbe zárták. És akkor ebből egy hatalmas ilyen kavarás és per lett, és ez olyan volt, mint egy nyomozás. Tehát, hogy ki ez a Molnár Dezső? Tehát semmit nem tudtunk róla, hogy az osztály legjobb tanulója, már Holubról ugye mindent tudunk, hát arról rengeteg monográfiát, meg lexikonok foglalkoznak vele, köztiszteletnek örvendő nagy történész professzorunk lett, de az osztály első nem ő volt, hanem a Molnár Dezső, és mi lett Molnár Dezsővel? Az egész helytörténet kutatás tulajdonképpen egy ilyen nyomozás? Hát igen. Tehát egy hihetet, olyan, néha úgy érzem magam, mint egy ilyen detektív felügyelő, hogy például ott volt ez a Krámer Zsófia nevezetű lány, aki hát egy hihetet, tele voltak vele az újságok, akkor hogy az ország csodája volt, mert egy év alatt mind a négy felsőbb évfolyamból leosztályvizsgázott, és mindjárt az érettségit is megcsinálta. Tehát ezt egy vizsgai időszakban úgy, hogy közben a helyi nyomdánál volt főkönyvelő. Tehát pénzt is keresett, és akkor csodájára jártak az emberek, hogy egy ilyen tehetséges, az ország legjobb tanulójának nevezték. És rá néhány év múlva már ott látjuk a tanácsköztársaság vezetői között, mert nyilván ez a volt nála egy ilyen kis feminista vonal, az nyilván így a baloldal felé terelte. És hát ott kötött ki, tehát sodródott ő is a történelmi eseménye, és akkor egy tök tehetséges lány végül kiköt a Mária Nosztrai börtönben, ugye, és akkor ugye a szovjet-magyar ilyen hadifogói népbiztos cseréde kerül ki ugye a Szovjetunióba, és ott él élete nagy részén. Tehát egy hihetetlen életek, és ahogy az ember így fölfűzi ezeket a szálakat, ezek rendkívül érdekesek. Tehát egy nyomozás tulajdonképpen. Ha kívülről nézi az iskola történetét, akkor mit lehet mondani a Garai szerepéről a városban? Hát a Garai egy nagyon szerencsés időpontba indult. Tehát azt kell mondjam, hogy most egyre inkább kikristályosodik bennem, hogy volt egy ilyen nagyszerű történelmi együttállás, amikor egy Vigand és Wosinski határozta meg Szekszár szellemi életét. És a gimnázium mindjárt olyan kölcsönhatásba kerületett a múzeummal, ami egy nagyon gyümölcsöző kapcsolat volt, és ugye itt a helyi első egy-két tanár, az ugye a múzeumban egyből szinte betagozódott. Tehát az Auerbach Lipót ugye mondjuk így, hogy az iparművészeti, képzőművészeti osztályt vitte Wosinski alatt, ő lett a Sárköz felfedezője. Amit aztán Malonyai lenyúlt ezeket az eredményeket, és ma mindenki a Malonyairól beszél, és csak alig veszi észre az ember, hogy a Malonyai Dezső ugye hatalmas monográfiájában ilyen kis betűkkel ott vannak, hogy Auerbach készítette ezeket a rajzokat, metszeteket, mert hát ő is ugye rajztanár volt. Meg akkor említhetjük ugye az egyik, mondjuk így, hogy kedvencem, tehát ugye a korai nagy tanárok közül valaki, ez a Bartal Kornél, ez így hihetetlenül érdekes figura lehetett, és ő ugye a ma már nem is létező természettudományi osztályt vezette a múzeumban, vagy ugye Hauk Béla például, aki később számos más gimnáziumban lett, hát nem számos, két másik gimnáziumban lett iskolaigazgató. Ugye, tehát olyan szoros kapcsolat volt a múzeum és a gimnázium között, ami akkor a 1897-től mondjuk 1918-ig terjedő időszakban ugye meghatározó volt. Bár ugye Wosinski az 1907-ben meghalt, és akkor utána azért egy kicsit ez a kapcsolat, tehát a Wosinski utáni időkben oldódott, meg Auerbach is áthelyeztette magát ugye a Néprajzi Múzeumban, tehát akkor már nem volt ennyire eleven a kapcsolat, de az indulásnál ez egy nagyon nagy löket volt, hogy két ilyen szellemileg meghatározó intézmény tudott itt prosperálni itt a városban. Átlengi ma a mai Garait valamennyire még ez a szellemiség?
Hát ez egy nehéz kérdés, mert tehát azért vannak keserű felismerések is. Tehát ahogy itt a gimnázium régi történetével foglalkozom, azért azt kell, hogy mondjuk, hogy így a pedagógus társadalom, az így a társadalomban így leértékelődött. Tehát most nem csak a fizetési osztályokat nézzük meg, hogy akkor ugye milyen fizetési osztályban voltak a középiskolai tanárok, és ma hol vannak meg, hogy ugye ismert az a tisztviselő telep, ahol hát gyakorlatilag ugye Vigand a 6. fizetési osztályban volt, ahol a főbírók is csak 7. voltak tulajdonképpen akkoriban még. Tehát, de nagyjából ugye egy fizetési osztályban voltak ezek a kategóriák, meg a tisztviselőtelepet ugye együtt húzták fel a tanárok, mondjuk a bírókkal és egyéb megyei főrangú tisztviselőkkel, de most nem csak erről van szó, hanem a társadalmi megbecsülésük is picit. Igen, meg az elvárás. Tehát, hogy ön is ezzel a Bézi tanár úrféle idézettel kezdett, hogy elvárt valamiféle, hogy is mondjam, értelmiségi gondolkodást vagy létet, igen. Igen. Ez ma már talán hát messze nincs olyan, mint mondjuk egy Auerbach vagy Hauch idején, amikor hát a városnak meghatározó emberei voltak szellemileg ezek a középiskolai tanárok. Hát mi azért nem vagyunk szellemileg meghatározó alakjai a városnak, tehát nem sajnos ez és nem is vágya tőlünk már senki. És nem is úgy kezelik ma már a pedagógus társadalmat, mint mondjuk akkor régen. De most nem akarok panaszkodni, mert más is panaszkodhat. Hát, ugye most nemrég olvastam éppen a Ablonczai Balázs történésznek mondjuk ezt a panasz áradatát. Ugye ő volt a Trianoni Emlékbizottság történészvezetője. És akkor is elmondta, hogy már rég nem ilyen, a nagy történészek már rég nem ilyen fáklyák, vagy ilyesmi, hanem ilyen száz néhány példányszámban megjelenő könyvekben, még kisebb példányszámban megjelenő, alig olvasott szakfolyóiratokban publikáló valakik, és nagy boldogság az, hogyha egyszer, mit tudom én, egy újságíró megkérdezi őket. Tehát mert a szaktörténészeknek sincs a társadalomra hatása, tehát mint értelmiségi pálya már ők sem az a régi fényben tündöklő valami. Tehát ez itt olyan globális átalakulás van, ami ugye az egész klasszikus értelembe vett értelmiséget, vagy ahogy én már mondtam tulajdonképpen, hogy az a műveltségeszmény, amit én még így képviselek, az úgy elavul. Tehát... Ez igaz, de ezzel szemben meg a nagy tanár egyéniségekre mindig emlékeznek. Hát igen. Egy Létai, de például, hát úgy is mondjam, Létai Menyhért, ugye most utcavonalról elnevezve Szekszárdon, és ő az az érdekes, hogy jó, mondjuk még csak a monarchia korával foglalkoztam részletesen, meg ugye a 30-as évek, de a 30-as évek végén már indult. Meg azért van egy-két érdekesség, amit az 50-es évekből összeszedtem. Tehát, hogy az ő hatalmas presztízsét nehéz így adatokkal alátámasztani. Tehát ő tényleg inkább, mint legendaként él. Tehát és egyébként ezzel elvezett egy másik nagy problémához, ami engem nagyon foglalkoztatott. Tehát, hogy itt van például Vigand, akiről szintén utca van elnevezve. És én így kezdtem, hogy ugye a Zenta igazgató úr is nagyon pozitívakat írt a könyvében róla. És mondom, tényleg ki lehet olvasni azokból az értesítőkből, meg újságcikkekből, meg nekrológokból, amik általában mindig pozitívan állítják be az embert, hogy tényleg ilyen pozitív egyéniség volt? És ki lehet? És most már Vigandnál kimerem jelenteni, hogy igen. Tehát, hogy olyan emberi gesztusok vannak, tehát említettem ezt a Bartal Kornélt, aki, hát ez is jellemző, tehát, hogy így, amikor először olvastam, hogy Bartal, azt hittem, hogy a Faddi birtokosnak, aztán megy frászt. Tehát azért világosan látni kell, hogy a monarchia idején is tanárnak vagy értelmiségiek mentek, vagy olyanok, akiknek ez egy hatalmas ugrás lehetett előre. Egy nemesi réteg soha nem küldte volna a gyerekét tanárnak. Ugye Vigand is egy 7-8 gyerekes paraszt családból származott. Auerbach, Szatócs boltos volt az apja Vizsolyban 7 gyerekkel, még az Iglói Evangélikus Gimnáziumban is segélyeket kapott. Tehát nekik ez hatalmas ugrás volt az, hogy középiskolai tanárok lehettek. És ez a Bartal is, ennek is evangélikus lelkész volt az apja. Az ország második feléről vették át ide, tehát ő valahonnan a szepességből származott. És az az érdekes, hogy,
hogy vele kapcsolatban minden újsághír nagyon egyirányban mutat, hogy ő szinte ilyen, hogy is mondjam, ilyen pedagógiai forradalmat csinált abban az iskolában. Most képzeljék el, az induló iskola olyan volt, hogy Vigand meg a Siklósról idehelyezett Szabó Ferenc voltak ugye a 40-es évek derekán, de mindenki más az pályakezdő tanár volt. És nagyon tehetséges pályakezdő tanárok, akiket Wozsinski egyből a hóna alá vett. Tehát itt olyan lökést adtak, és ez a Bartal is egy, hát ő indított el azt, hogy ami hát tulajdonképpen ma is egyfajta reformtörekvés, hogy ki a teremből. Tehát ő ugye természetrajz, magyarul biológia, kémia tanár volt, hát vitte ki a gyerekeket a hegyoldalba növényeket határozni. Utána ebből botanikai cikkeket jelentetett, meg szaklapba, amiket de később a Hollós reflektál. Mert azért ez is egy érdekes páros lehetett, hogy ugye Kecskeméten megkeseredett Hollós ide jön ugye Szekszárdra, és itt elkezd ez a fiatal Bartal publikálni, és akkor az idős Hollós fölveszi a kesztyűt, és ő is elkezdi a régi adatait, nem csak a gombászati adatait, hanem egy florasztikai adatait publikálni, és elindul egy ilyen kis vetélkedés. De sajnos ebből nem lett termékeny kapcsolat, mert a spagyolnát, ha elvitte szegény Bartal Kornélt. Na és akkor itt jön be egy érdekes dolog, visszakagyarod a Biganthoz, hogy mi volt Bartal Kornél utolsó kívánsága, kit hivatott a halálosságához, a saját igazgatóját. Tehát ezért ez meglepő, nem? Tehát egy olyan kapcsolatot, és utána Hol van ez a mai iskola rendszertől? Hát, és ha elolvas az ember, hogy Vigand milyen beszédet mondon, hát tehát Vigand nagyon tehetséges irodalmár, hát nem nagyon tehetséges irodalmár volt. Tehát nagyon jó tudott magyarul is, meg németül is verselni is, bár inkább versfordításokkal foglalkozott, de azt mindenki megjegyzi, hogy nagyon jó hatású beszédeket mondott, ami még ilyen írásban is, tehát annyira átjön az emberi melegség, meg hogy ő, ahogy így olvasom a cikkét, meg ezeket az nagyon száraz értesítői szövegeket, tehát nagyon értékes ember lehetett, nagyon érzékeny volt. Tehát az első dolgai közé mindjárt azt tartozott például, hogy soha nem feledte el, hogy ő milyen alacsony sorból jött, hanem még hárman voltak csak állandó pedagógusok, és már ugye azon szorgoskodott, hogy létrehozzon egy ilyen szociális segély valamit a gimnáziumban, és olyan szánalmas kis műsort tudtak összeállítani, hát két osztály működött még csak a gimnáziumban, az első meg a második, hát ilyen kisgyerekek. És akkor ugye Auerbach-kal, aki is hasonlóan ilyen 7-8 gyerekes családból származott az ország második feléből, de annyira érezték, hogy ugye akkoriban elég magas tandíj volt még a gimnáziumokban, tehát hogy meg kell segíteni, és egy annyira demokratikus légkört tudott összeállítani, ami hát egy sikeressé tette a gimnáziumot, és az indulás szempontjából nagyon meghatározta. Mennyire példaértékű ezeknek az embereknek a munkássága egy mai pedagógus számára? Vagy ez személyfüggő? Hát, hogy is mondjam, én a hatásuk alá kerültem ezeknek a korai nagy alakoknak, mert hogy is mondjam, ezek tényleg sok mindennel foglalkoztak. Tehát, hogy ugye akkoriban azért még a tudós, meg a tanár, az nem vált élesen ketté. Tehát például Eötvös Loránd, amikor éppen miniszter lett egy rövid időre, ugye Vekerle kormányban, akkor ő azt mondta, hogy ismét összevonja a tanárképzést és a tudósképzést, hogy kvázi a középiskolai tanárokat is tudósnak akarja kezelni, nem a másik irányba lefokozni a tudósokat, hanem éppen fölemelni. Tehát a korai időben ez még nem különült el ennyire, és pont azért volt egy ilyen, a tanárok közt is egy ilyen tendencia, hogy egy ilyen kis tudósnak képzelték magukat, és a gyerekekhez is úgy álltak hozzá, mintha kis tudósokat kéne nevelni. De hogyha az ember elolvassa a Vigandot, ugye Vigand egy nagyon kemény gimnáziumból jött ide, a Pancsovai gimnáziumból, ami hát egészen, ez megint egy olyan érdekes történet, amit az ENTA igazgató úr sem írt meg, mert a Pancsovai éveket Vigandnál még senki nem vizsgálta. Pancsova, ugye megint egy történelem, egy olyan helyzetben volt, egy határváros, ugye a tanulók nagy része szerb, nem tud magyarul. Tehát el kellett indítani, és ugye akkoriban nagyon ment ez a magyarosítás. Tehát, hogy ugye úgy képzelték el a monarchia egységét, hogy a magyar királyság területén belül, hogy itt megpróbálunk mindenkit magyarrá tenni. Tehát a versecibe is, ugye találkoztam először ezzel,
már olvastam még a svábság történetét, mert Tolnamegyei Baranyaira is azért kiadott ez a magyarosítási törekvés, de azért itt a határ mentén, ahol még nem még az asszimilációnak a nagyon alacsony szintjén voltak ezek a nemzetiségek, ott azért nagyon keményen élt ez. Hát a pancsovai, ugye 18 ezeres városban 2-3 ezer magyar élt csak. És ennek a maroknyi iskolának, aki erre ugye a tanulóknak egy jelentős része, első-másodikban úgy jött, hogy nem tudott magyarul. Tehát itt kellett felépíteni egy olyan rendszert, hogy itt magyarul érettségiznek a diákok, és katasztrofális lett. Hát a beiratkozott tanulóknak a 80%-a nem jutott el az érettségig. Az előbb említette a tudósság és a tanárság viszonyát. Piciben azért, ha valaki mondjuk tankönyvet ír a saját szakmájáról, az már úgy súrolja a tudósság? Nem. A tankönyvírás az szerintem az egyfajta olyan rutint kíván meg az embertől, hogy a központi tantervekben megfogalmazott elvárásokat valahogy a diákok számára közel hozza úgy, hogy még a mondjuk az egyetemek irányából jelentkező, az emelt szintű érettségi követelmény rendszerben megfogalmazott kívánságokat is valahogy teljesítse. Tehát ez egy nagyon széles spektrumot kell így valahogy lefedni az embernek, ami aztán vagy sikerül, vagy nem. Mennyire szakmai játék az, hogy mi az, ami egy tudásanyagból kikerüljön egy tankönyvben, és mi az, aminek az idő előre haladtával meg be kell kerülnie? Hát most ugye nagyon-nagyon érdekes kérdések ezek, mert hát most van ugye az új nemzeti alaptanterv, ami azért elég sok vihart kavar, de ez nem a fizikánál voltak ezek a viharok. Tehát a fizika az azért egyrészt természettudomány, ahol kevésbé van ideológiai befolyásoltság alatt, másrészt pedig, hogy is mondjam, talán invariánsabb ez a tudás elem, amit elvárnak tőle. A fizikánál ugye az a nagy baj, hogy bekövetkezett egy nagy társadalmi változás tulajdonképpen a nem csak Magyarországon, hanem mondhatni az egész világon ez a modernizmus válságával. Tehát amikor elmúlt ez a modern kor, akkor a természettudományok lecsengtek azért. Tehát ha visszagondolunk a saját gyerekkorunkra, akkor a fizika, a matematika ez egy elsőleges tantárgy volt. Tehát magas óraszámba, hallatlanul magas óraszámba tanultak. Még volt olyan időszak, amikor a fizika kötelező érettségi tantárgy is volt, például a szakközépiskolákban. Én úgy kezdtem pályámat, hogy szakközépiskolában kötelező érettségi tárgy volt. Most ahhoz képest, hogy először Nyugat-Európában figyelték meg ezt, hogy a fiatalok érdeklődése elfordul a természettudomány felől, aztán most már egész Európában. A Garai Gimnázium is ugye 60-as évek legvégén először indított fizika, az első sorban volt a fizika tagozatok indulásánál. Ma már nincsenek ilyen fizika tagozatos gimnáziumok. Tehát egy hatalmas társadalmi változás van itt is, és ugye ez rengeteget mindent magával hozott. Tehát ma már a tanulói igények is egészen mások, és a tanulóknak a befogadókészsége, a tanulók hozzáállása ezekhez a reáliákhoz, ez mondjuk pár évtized alatt nagyon sokat változott. És akkor ugyanakkor a technológiai fejlődés is annyira elindult egy ilyen informatikai vonal mentén, ami a tudásról alkotott képet átalakítja. Tehát ma az, amit régen mi memóriának dolgoztunk be az agyba, az a tudás leértékelődött. Tehát millió olyan példa van, hogy itt elkezdek vívódni, hogy na, amikor, mit tudom én, meghalt XY fizikus, hú, mikor is halt meg, és akkor egy gyerek a hátcsoportban már mondja, hogy ekkor is ekkor, és akkor nyilván én tudom, hogy nem fejből tudja, hanem bepötyögte. Tehát ezek a tudáselemek, ezek itt vannak. Vagy például egy másik nagyon érdekes, pont tegnap hallottam, kolléganőm meséli, hogy az egyik volt diákunk amerikai érettségi feladatokat csinál, és oda teszi a matematika érettségi feladatot. Hát egy ilyen függvény
határozott integráját kell kiszámolni, ami hát hogy tanárnő csak néz, és akkor mondja a jelölt, hogy nem kell megijedni, mert programozható zsebszámológéppel kell megoldanunk ezt a feladatot. Tehát ugye mi még ott tartunk, hogy megpróbáljuk kiintegrálni, és akkor utána a primitív függvényt meg, és akkor a Newton-Leibniz szabályot bejelentesítünk. Ott már erre gép van, és azt a gépet használják az érettségén is. Egy picit más. Tehát igen, tehát, és ugye ezzel küszködik az oktatás, hogy a mai diákoknak mindig ott van a zsebében az, amivel rengeteg információt pillanatok alatt össze tudnak gyűjteni. És akkor mi az, amit mi adjunk, és és ezért nem véletlenül kerül előtérbe az, hogy kompetenciákat adjunk, ne tudást, nem memoritereket, ne szabályokat, hanem valahogy egy kultúrához való aktív hozzáállást, vagy egy ilyen feltáró, hogy is mondjam, tehát, hogy ezt tényleg úgy fogalmazza meg a pedagógia, hogy kompetenciákat kell fejleszteni. Persze a kompetenciák maguk is fejlődnek, és átalakulnak. Tehát mennyi ideig nyomták itt a görögöt, úgyhogy már valljuk be őszintén, hogy hát már semmi értelme nem volt. Hát, mégis adott egy olyan háttértudást. Hát adott egy, persze, ad egy tartást, hogy valaki Platont meg Arisztotelészt olvas élőbe, de hát ez egy praktikusan, azért valljuk be őszintén, hogy nem volt egy praktikus tudás már, és nem véletlenül, már Vigand idején volt görög pótló irodalom, meg görög pótló rajz, már akkor bevezették a görög pótló tantárgyakat. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra.